16. kerületi önkormányzat nevében tisztelettel köszöntöm Szatmári Kristóf országgyűlési képviselőt, Kovács Péter polgármestert, Biriszló Rőrinc testvért, a Pannonhalmi Bencés főapátság képviselőjét, a kerületi egyházak vezetőit, önkormányzatunk képviselőit, a 424-es és 929-es Szent Mihály cserkész csapatot, a sajtó megjelent képviselőit, és Kovács Esztert, aki ennek a háznak a tulajdonosa. Köszönettel tartozunk neki, hogy felhelyezhetjük a falra Orovszon placidatja tiszteletére ezt az emléktáblát. Kérem önöket, hogy közösen énekeljük el a himnuszt. Isten áld meg! Kérem, fogadják szeretettel Valga Laura énekét, aki egy moldvai népi éneket ad elő. Laura a Király Györgyi népdalos növendéke. Kírje! Kérem Kovács Péter polgármestert, hogy köszöntse a megjelenteket. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, hölgyeim és uraim, külön köszöntöm megjelent díszpolgárainkat, az egyházak megjelent képviselőit és Varga Ilona képviselő asszonyt, akinek a kezdeményezése volt a Olofszon Placid atya emlékének ápolása itt a 16. kerületben. Köszönjük a kezdeményezést. Köszönjük szépen Kovács Eszternek, ennek a ház résznek a tulajdonosának, hogy lehetővé tette, hogy itt egy emléktáblát alvathassunk. Egy nem akármilyen ember emléktábláját. Bizonyára ismerik Placid atya élettörténetét, ezért nem mondanám végig csak néhány dolgot. Itt Rákosszent Mihályon született, jó régen, 1916-ban, december 23-án, és gyermekéveit itt töltötte, innen járt gimnáziumba, a bencésekhez, aztán utána már beköltözött, ahogy annak idején mondták, a városba, Budapestre a család. De innen indult, és itt tanult meg mindent, amit utána az életben vitt magával, hisz nem tudom, tudják-e, ugye egy nővére volt, 2 évvel idősebb nála, magántanulóként 6,5 évesen kezdte a nővére az iskolát. De Károly, mert ugye a hivatalos neve Olofszon, és egy kitérőt hagyd tegyek, hogy miért Olofszon, ugye ez egy ősi magyar névnek tűnhetne, nyilván nem az, svéd. 1714-ben, ha jól emlékszem, akkor volt a orosz-svéd háború, és a veszte csata után a király, a svéd király ment hazafelé, és megállt Pesten, és az ő kíséretében levő Albert Olofsson megbetegedett Pesten.
És így nem tudott a királlyal tovább menni, és itt maradt, és végül ide nősült, és innen származik Placid atya is, és a család is, hogy 1714 óta vannak ők Magyarországon. Na hát, zárója bezárva, és akkor ott tartottam, hogy a nővére 6,5 évesen ugye beiratkozott magántanulóként az első osztályban, és a 2 éve fiatalabb, vagyis 4,5 éves Károly természetesen, mint akkor mindenki érdeklődött az iránt, hogy a kicsit nagyobbak mit tudnak, és amikor jött a vizsga időpontja, és a nővéréhez jöttek vizsgáztatni, illetve jött a tanár vizsgáztatni, akkor mondta az apja, hogy hát ez a kis Károly is tud mindent, úgyhogy őt is levizsgáztatták, így már 4,5 évesen az első osztályt elvégezte. Ezt az előnyét végig megtartotta, mert korkedvezménye 16,5 évesen már érettségizhetett. És nagyon jó tanuló volt, és az iskolai tanulmányok, a bencéseknél szerzett tapasztalatok meghatározták életét, életútját, ahogy ő maga is vall erről, ő alapvetően nem akart szerzetes lenni, ő alapvetően tanár akart lenni, de hát ez együtt járt azzal, hogy szerzetes is lett. És egy olyan ember volt, és ezért nagyon örülök annak, hogy itt a 16. kerületben tudjuk ápolni az ő élettörténetét, és az ő mintája példa lehet számunkra, mert egy olyan ember volt, aki mindig azt kérdezte, és mindig azt kereste, hogy vajon az Istennek milyen dolga van vele? Vajon mi az ő feladata? Vajon mi az ő küldetése? Panaszkodott is még a teológia alatt a tanárának, hogy hát nem tudja, hogy egyáltalán neki az Istennel van-e dolga, vagy az Isten akar-e tőle valamit, mert olyan könnyen mennek a dolgok. Sokkal könnyebben, mint a tanuló társainak. És akkor mondta neki a tanára, hogy várd ki az időt, majd jönnek a nehézségek. És hát igaza is lett, mert jöttek a nehézségek. Ugye 1946-ban nyáron Pannonhalmáról elvitték először az Andrássy út 60-ba, aztán az oroszoknak, illetve a szovjeteknek adták át. Majd következett 10 év a gulágon. Szerencsés volt, mert nem Szibériába került, csak közel hozzá. És ott saját elmondása szerint, illetve a történeteiből, könyveiből, elmondásaiból lehet tudni, hogy ott értette meg, hogy mi az ő küldetése. Az ő küldetése az, hogy tartsa a lelket a fogolytársaiba, tartsa a lelket mindenki másban. És ez a derűs hozzáállás, mivel megtalálta élete értelmét, így nyugodt, békés ember volt, egy vidám ember volt, humoros ember. Mondta is, hogy Isten is humoros, mert hogy 10 évig a Szovjetunióban arra késztette őt, hogy őt azt akarta a Szovjetunió 10 évig, hogy ő tönkre menjen teljesen. Aztán ő túlélte a Szovjetuniót, mint annyian tudjuk, hogy több mint 100 évet élt, és a Szovjetunió azóta már hol van. És 10 év után visszajött, nem túl sokan, de visszajöttek a gulágról, és utána következett az, aminek következnie kellett a akkori kommunista rendszerben, hogy annak ellenére, hogy ő tanár volt, kiművelt ember, fősegédmunkásként tudott csak dolgozni élete végéig, több helyen aztán előbb is léptették, ahogy a tehetségét fölismerték, de nem engedték soha vissza a tanári katedrára. Egy ilyen ember, Olofszon Károly Placid atya, aki szerintem mindannyiunknak példát mutathat azzal, hogy ha megtaláljuk, hogy a Jóisten mit szeretne velünk, ha fölismerjük azt, amit a Jóisten szeretne velünk, akkor mindannyian békés, boldog, másoknak boldogságot, békességet, szeretet hozó emberek tudunk lenni. Keveseknek adatik ez a felismerés meg, de talán azért, mert nem figyelünk kellőképpen. Kérek ezért mindenkit, aki ma ide eljött, emlékezni Placid atyára, hogy néha szakítson egy kis időt. Gondolkodjon el, hogy vajon a Jóisten mit akar vele. Milyen feladat elé állítja, és hogy azt a feladatot ismerje föl, és utána teljesítse ki. Köszönöm, hogy ma ide eljöttek, és közösen tudunk emlékezni Placid atyára. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen, polgármester úr! Most fogadják szeretettel a 929-es számú Szent Mihály cserkész csapat képviseletében Sípos Mátyást, aki Sík Sándor Ketten a Mesterrel című versét mondja el. Sík Sándor, Ketten a Mesterrel. Fehér fényben, fehér ruhában, egy férfi jár előttem egyre. Vezet, vezet, kezem kezében, föl a magányos nagy hegyekre. Az emberarcok ködbe vesztek, ketten vagyunk a hegyeken. Kézen fogva vezet a mester, s én követem. Megláboltam a pusztaságot, homokviharos, sívó tengert. Szürke porát szívemre szórta, szörnyű magánya majdhogy elnyelt. De tikkat lelkem felüdítve, a mester arca járt velem. Kezem meleg kezébe fogta, s én követem. Lehevertem illatos fűre, oázisok mézes szelében. Elálmodoztam rózsás felhőn, távoldalon, zsongó levélen. De kezét homlokomra tette, s megnyitva álmodó szemem. Előre mutatott a mester, s én követem. Elértem a hegyek tövébe, s indultam fölfelé nyomában. Diderektem a szirti szélben, a szikla megvérezte lábam. Ha megálltam, szemembe nézett, és rám mosolygott csendesen. S belém szállott a mester lelke, és követem. Mikor az első csúcsra értem, verejtékes nap estelén, megkísértett a nagy kísértő, és egy világot tárt elém. De a mester szemembe nézett, szomorú szemmel, könnyesen, s rajta kívül nem láttam semmit, és követem. Járok a magányos hegytetőkön, a magasságos szírt hazában, s egy férfi jár előttem egyre, fehér fényben, fehér ruhában. Léptünk alatt meleg virágok, serkednek a vadköveken. Kézen fogva vezet a mester, s én követem. Most felkérem Kovács Péter polgármester urat, Szatmári Kristóf országgyűlési képviselőt, Biriszló Lőrinc testvért és Urbán Gábor atyát, hogy leplezzék le az emléktáblát. Dorogi Ferenc alkotása, Domborna. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Istenünk, a Te igéd szentel meg mindent. Áraszt ki bőséges áldásodat erre az emberi alkotásra, hogy mindazok, akik ide zarándokolnak, vagy pedig emlékezni ide térnek, nyerjenek tőle testi-lelki erőt és üdvösséget. Segítségünk az Úr nevében. Uram, hallgasd meg könyörgésünket. És a mi kiáltásunk Istenünk. Istenünk, Te szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot, áld meg ezt az emléktáblát, s tőzsd el szívünket szent lelked kegyelmével, hogy mindig figyelmeztessen bennünket arra a hitre, tiszteletre, szolgálatra, amelyet Olofszon Placid tanúsított. Áld meg, Istenünk, ezt az emléktáblát, hogy akik Placid atya tiszteletére emelték, az ő példájából merítsenek erőt, s majdan ők is példaképei legyenek a következő nemzedékeknek, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Emlékeztessen a szentelt víz keresztségünkre, s Krisztus Jézusra, aki kereszt halálával s feltámadásával megváltott minket.
mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyünk kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A mindenható Istennek, az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek áldása szálljon le ránk, s maradjon velünk mindörökké. Amen. Kérem, most újra fogadják szeretettel Varga Laurát, aki az Emlékezzél meg című székely népi éneket adja elő. Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről, áládatlan, te soha ne légy a te teremtőtőz. Lám a madarak, mely korán reggel énekelni kezdnek, amire Isten őköt teremti, el nem feledkeznek. Te pedig ember, úgy teremtettél az ő szent képére. Te nálad vagyon az ő szájából kieresztett lelke. És most elsőként felkérem Kovács Péter polgármester urat, hogy az önkormányzat nevében helyezze el koszorúját az emléktáblánál. Annyi bánat a szívemen, két rét hajlott az egeken, amíg egyet hajlott volna, szívem ketté hasadt volna. Most Szatmári Kristóf országgyűlési képviselőt kérem, hogy helyezze el a koszorúját. Isten maradjon veletek, tőlem több panaszt nem hallasz, kit hallottál, avval maradsz. Akkor jussak én eszedbe, mikor kenyér a kezedbe. Most felkérem a Fidesz Magyar Polgári Szövetség nevében Ács Annikót és Antalóci Csabát, hogy helyezzék el az emlékezés virágait. Azok a vendégek, akik hoztak egy szál virágot, elhelyezhetik a táblánál. Köszönöm.
És a rendezvény zárásaképpen kérem önöket, hogy közösen énekeljük el a szózatot. Szeretnétek vigyázz! Tiszteleg! Hazádnak rendületlenül Yeah.